hozott a magyar népmesék világában. Ez a társasjáték bemutató videója. Itt megtudtattak mindent a társasjáték játék szabályairól. Ha csak egy bizonyos rész érdekel, kattintsatok rá a tartalom A játék előkészítése. A játék célja. Mozgás. Különleges mezők. Kalandmezők. Útrövidítés. Város és Palota, Varázsló, Pinkó, Fekete Vár. A játék előkészítése. A játékosok választanak maguknak egy-egy mesehős figurát, és elveszik a hozzátartozó játékos jelzőt és a karakterlapot, amint szerepel a mesehős egyedi tulajdonsága. Minden játékos kap két darab pogácsát, egy egyes és egy kettes értékűt, egy jó tanácsot és egy aranypénzt. Megkeverjük a kalandkártyákat, és mindenkinek osztunk egyet. A játékos egyedi mesét küldetést kap, amit a játék megnyeréséhez teljesíteni kell. Minden játékos választhat magának egyet az induló tárgyak közül, azt a tarisznyájába teheti. A játékosok felhelyezik a figuráikat a falura. Ez a startmező. Kockadobással kisorsoljuk a kezdőjátékost. A játék célja A játék addig tart, amíg valaki végig nem szeli a népmesék világát és elsőként be nem lép a várba, ezzel megnyerve a játékot. Mozgás A soron lévő játékos doba fehér kockával és lép. A dobás után eldöntheti, hogy melyik irányba szeretne indulni. A dobott értéket pontosan le kell lépni a kiválasztott irányba, közben visszafordulni nem lehet. Meseország bizonyos területein könnyebben, másút nehezebben lehet haladni. A lépésmódosító területeket csak akkor kell figyelembe venni, amikor egy játékos már rajta áll az adott terület valamelyik mezőjén és a fehér kockával dob. Ha a dobás és a lépésmódosító összege nulla vagy negatív szám, akkor nem lépünk. Ha egy játékos zsákutca végéhez ér, az utolsó mezőjén meg kell állnia akkor is, ha többet dobott. Körönként egyszer, dobás előtt vagy után elfogyaszthat egy pogácsát, és pontosan annyit léphet vele, amennyit a hátoldalán lévő szám mutat. Különleges mezők A mesehősök vándorlásuk során változatos kalandokba keverednek. Különböző mesefigurákkal és állatokkal találkoznak, amelyek segíteni szeretnének nekik, vagy éppen ellenkezően gonosz szándékúak. Hasznos tárgyakat, hamuba sült pogácsát, vagy éppen egy-egy jó tanácsot szereznek, amikor rálépnek az adott mezőkre. Aranypénzmezők A játékos kap egy aranypénzt, amit azonnal a karakterlapjára helyez. Egyszerre maximum három aranypénz lehet egy játékosnál. Jó tanácsmezők a játékos kap egy jó tanácsot, amit azonnal a karakterlapjára helyez. Maximum 7 jó tanács lehet egy játékosnál. Pogácsát ábrázoló mezők a játékos húzhat egy pogácsát a készletből vakon, amit a karakterlapjára helyez. Maximum 7 pogácsa lehet egy játékosnál. Piros mezők Ha valamilyen irányból piros mezőre lépünk, vagy áthaladunk rajta, egy pogácsát vissza kell tenni a készletbe. Ha a játékosnál nincsen pogácsa, akkor kap egy mínusz egyes lépés módosító jelzőt. Kék gyorsító mezők erre a mezőre lépve a játékos dob a kék kockával. Ezt a lépést nem módosítja semmi, a játékos annyit lép, amennyit dobott. Bal szerencse mezők. Ezen a bal mezőn a játékosnak vissza kell adnia egy jó tanácsot a készletbe. Tárgy állatlapkát ábrázoló mezők. A játékos elvehet a készletből egyet abból a tárgyból vagy állatból, amit a mező ábrázol. Mindegyikből egyszerre csak egy lehet egy adott játékosnál. A kalandmezők A játékos a kalandmezőre lépve próbára teszi a szerencséjét. Dob a nyolc oldalú sárga kockával. A dobott értéket a kalandmezőn látható módosítóval növeli vagy csökkenti. Ahol nincs szám, annak a mezőnek nincs módosítója. Használhatja a tárgyait, állatait és pinkót is, növelve a dobás értékét. Felhasználhat bármennyi jó tanácsot. Minden egyes beadott jó tanács egyel növeli a dobás eredményét. Ha a végeredmény egy vagy kevesebb, a játékos elveszít egy aranyat vagy egy tárgyat választása szerint. 2, 3 vagy 4, a játékos egy körig kimarad. 5 vagy 6, a játékos húzhat véletlenszerűen egy pogácsát a készletből. 7 vagy 8, a játékos kap egy jó tanácsot. Ha a végeredmény 9 vagy több, a játékos húzhat véletlenszerűen egy varástárgyat. Útrövidítések Az útrövidítések használatához nem kell pontos dobással érkezni a kalandmezőre. Ha a játékos erre a mezőre lép vagy áthaladna felette, de szeretné használni és beadja a megfelelő fizetséget, azonnal a rövidítés első mezőjére a fonálon lévő kiskörre léphet. Ezután, minden alkalommal, amikor a fehér kockával dobna, dobás helyett léphet egyet előre. Város és Palota A város és a Palota mezőkön mindenképpen meg kell állni, nem lehet egy lépésben áthaladni rajtuk. Kiváló lehetőséget nyújtanak ezek a mezők a játékosok számára, hogy varástárgyakkal szerelkezzenek fel és feltöltsék pogácsa készletüket. Az itt tartózkodó játékos körönként egyszer két aranypénzért és egy pogácsáért egy tetszőleges varázstárgyat vásárolhat. Körönként egyszer egy aranyért bármilyen állatot vehet a piacon. Ha úgy dönt, hogy kimarad egy körből, dobás helyett kap egy pogácsát. Varázsló A sötét erdő közepén lakik egy varázsló. Ha fizetnek neki egy pogácsát, bármilyen tárgyat átváltoztat egy varázstárgyá. Ilyenkor az a tárgy, amit odaadunk a varázslathoz, természetesen elvész. Tegyük próbára szerencsénket a sárga kockával. 1-2-3 esetén bal siker. A tárgyat többé nem használhatjuk. Négy vagy több esetén siker. Kapunk egy tetszőleges varázstárgyat. Pinkó Pinkó amellé a játékos mellé szegődik, aki elsőként lép át egy piros mezőn. Pinkó lapkáját a játékos ilyenkor a tarisznyájába helyezi. Egy kalandmezőn szerencse próba esetén megkérhetjük Pinkót, hogy segítsen nekünk, s ilyenkor ötten növelhetjük a sárga kockával dobott értékünket. Ezután Pinkó lapkáját tovább kell adnunk a tőlünk jobbra ülő játékosnak. A várba való bejutásnál azonban nem segített. Fekete vár A várkapujába nem kell pontos dobással lépni, a bejutással azonban csak akkor próbálkozhatunk, ha megvannak a szükséges varástárgyak, különben vissza kell fordulni értük. A játékos a várba lépéssel megpróbálkozhat, ha teljesítette a karantkártyán lévő feladatát. Eljutott a kártyán szereplő helyre, ott szerencsepróbát tett bármilyen eredménnyel. Beadta a kártyán szereplő állatot, tárgyat, ha volt ilyen a kártyán, és nála vannak a kártyán alul látható varástárgyak. A várba bejutni nem könnyű. Legalább 8-as kell hozzá a sárga 8-oldalú kockával. A játékos körönként egyszer dobhat a sárga kockával, és használhatja a segítségeket is. Kulcs, aranyfésű, jó tanács. Minden sikertelen próbálkozás után kap egy-egy jó tanácsot, ezáltal a 8-as esélye körről körre növekszik. Ha valaki belép a várba, azonnal megnneve. Sok jó játékot kívánok nektek!